Kérdem. Kérdez. Tehát a Halas Galériában jövő csütörtökön nyílik Szabó Sándor kiállítása Halasi Portrék címmel. Dr. Körmendi László fogja megnyitni ezt a kiállítást, és az előbb doktor úr azt említette, hogy a Sanyinak ez a műfaj a portrékészítés a legjobban. Akkor erről mondja egy-két dolgot, Sanyi, hogy mikortól és hogy kezdtél te portrékat készíteni? Én kis gyerekkorom óta, tehát az volt benne az érdekes, hogyha én megláttam a újságban vagy könyvben valami portrét, akkor megpróbáltam lerajzolni, és akkor ha ez sikerült, akkor egy kellemes élmény be volt részem, és akkor azt mindig kiraktam a falra. Aztán hát így kezdődött tulajdonképpen, mert nem... Azon kívül meg mindenféle téma érdekel, mert szeretem festeni a lovakat, aztán a tájképeket, akkor miket csendéleteket például, azokat is szeretem. Tehát mindenféle téma érdekel, de legfőképp most ez a portré. És akkor elhatároztam magamban, hogy megpróbálom itt a halasiakat is, meg a szűkebb pártján, mint a balotaszállási embereket is megfesteni, és jövőre augusztus 20-án szeretnék abból is egy nagy kiállítást rendezni, és szeretném, hogyha szintén megnyitnád ezt a kiállítást. Örömmel. Úgyhogy, hát tulajdonképpen erről szól az életem, hogy mindig rajzoltam, festettem, és ez egy óriási élményt jelentett, hogy nem kellett mással foglalkoznom, hanem azt, amit szeretek. Hát ez a világon a legtermészetesebb és a legjobb érzés, amit el lehet képzelni. Itt kint a Tanya Galériában vagyunk, a te galériád ez, aminek van egy külön ilyen műtermi része. Itt körülbelül hány halasi portré van most kirakva, illetve halasson majd hány, a végkorjában hány portrét fogsz bemutatni? Hát durván egy olyan 30 portré lesz, de ezek közül csak Halasi az olyan 11 néhány. De van egy-két helyen, ahol vannak portréim, de azt mit tudom, most olyan rövid az idő, hogy azért lehet, hogy nem is lenne aktuális, hogyha elkérném, de hát azon kívül itt balotaiak többségében a balotai portrék láthatók, és ez a galéria pedig úgy készült, hogy amikor elmentem nyugdíjba, akkor eszembe jutott, hogy hát valamit kellene itt csinálni, mert a hely, ahol elkezdtem, az elég szűkös volt, és hát eszembe jutott, lehet, hogy ezt már említettem is, hogy a Tanya, a Mari néni, anyukám nagynénje, az, aki ott van középen, az övé volt ez a Tanya, és akkor kijöttem ide nyaranta, mert én Halason születtem. Hát most nem is gondoltam erre, hogy a Bajcsi Zsilinszky utcában születtem, a pár házzal arrébb, ahol a kiállításom lesz, és akkor a lényeg az, hogy itt gondolkodtam rajta, és eszembe jutott, hogy amikor kijöttem biciklivel, és a nagynéni az szépen bemeszelte mindig a házat, és akkor ez még egy ilyen melléképület volt, és a fal vagy a fa alatt ott láttam egy ilyen kis edényt, abban ilyen barna festék volt, és azzal húzták el mindig, a szép a fehér volt a fal, és akkor barnával elhúzták az aját, és szépen elvittem, elosontam ide a hátra, és gyönyörűen fölpingáltam a dolgokat. Aztán ezért rettenetes módon leszívott meg, leveszem, hogy kicsit meg is legyintett, és akkor mérgembe azt mondtam, hogy lesz itt nekem még múzeumom. Hát nem is gondoltam erre. Múzeumot én csak a Torma múzeumot is, mert ott oda jártam, ezért szerettem ott is nézelődni meg a képeket is. És akkor hát gondolkodtam, hogy hát tulajdonképpen hát mi ne lehetne, hogyha megpróbálom. Aztán szerencsére sikerült, a Merbau cég volt olyan kedves, és felajánlotta a segítségét, és hát
segítségükkel sikerült aztán létrehoznom ezt a... Sanyis, hogy hozzávetőleg hány portrét festettél életedben? Hát azt én nem tudnám megmondani. De több száz lehet az? Hát, több száz, biztos, mert Körösön 23 évig dolgoztam, ott nagyon, de nagyon sok volt a képzőművész kör, és akkor állandóan jártak modellek, és akkor többnyire inkább női portrékat festettem, vagy rajzoltam, most egy-két női portré van elvétve, de mindenféleképpen azelőtt is különösen nem is tudom, hogy legalább olyan 300 portré, vagy 500 is lehet, nem tudom. Mert olyan is volt, hogy esténként, mint olyan firkálgattunk, és akkor voltak ott, akikkel beszélgettem, és akkor közben én is lerajzolgattam aztán. De nem, olyan is van, amiről már nem is tudok, hogy volt. Tehát, ezek a mostani képek akrillal készülnek, vagy mivel? Nem, részben olajjal, részben pedig pasztel. Pasztel. Azt is szeretem a pasztelt, mert szeretek belenyúlni. Az olajképet is úgy festem, hogy a kezemet mindenféleképpen használom, az ujjamat, mert úgy érzem, hogy olyan, mint majdnem mint a szobrászat, egy kicsit megmunkálom a kezemmel, és akkor a múltkor volt is egy ilyen cikk rólam, azóta az érdekes, hogy az újságíró azt jegyezte csak meg, hogy az ujjamok, és akkor azt írta, hogy 50 éve az ujjamok festek, holott az igaz, de nem csak az ujjamok tulajdonképpen, hát az olyan érdekes lenne, hogyha kevés ecsettel festek, az biztos, mert én nézegettem, hogy a festők általában az egyik keze, bal keze tele van ecsettel, és akkor minden pillanatban másikat használja. Én általában két ecsettel dolgozom, csak nem szoktam sokkal, mert a többi ecset az ujjam, tehát ez. És azt kérdezném, hogy hány portré kiállításod volt eddig? Hát portré kiállításom kimondottan portrékból nem emlékszem, hogy a vegyes kiállításai voltak, tehát mindenféle tájképtől az aktig, a csendéletig minden volt, az közvok portré. Kimondottan portré kiállításom, az nem emlékszem. Tehát akkor gyakorlatilag ez lesz az első? Ez lesz az első, de amikor kisgyerek voltam, azt tudom, hogy csináltam a kiállítást, de csak ugye a magam szórakoztatására, mert kaptam, ötödikes voltam, aztán kaptam egy fajtás fényképezőgépet, és azzal csináltam. Azt nagyon sajnálom, hogy azok a fényképek eltűntek, de azon kívül nem is fotóztam, mert az a fajtásgépet meg az unokaöcsémnek adtam, ezt is múltkor derült ki, hogy ő meg nagy fotós lett. Azáltal, hogy én adattam neki a pajtásgépet, és akkor ez indította el ezen a pályán. Aztán hát kiszokott hozzám jönni, és akkor cseverészünk. Itt látható különben unokaöcsém, a Szabó Lajos. Nagyon szép fotókat csinál. Jó, hát kösz szépen, Sanyi, akkor. Nagyon szívesen, legyen szerencsénk máskor is, még egy 20-30 évig. Legyen így. Jó lenne.